Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm a Budapest Európa Televízió nézőit. Isten hozott mindenkit a képernyők elé. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, annak is a 12. rész első néhány versét szeretném felolvasni, és majd pár gondolatot hozzáfűzni később. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Okos Isten tisztelet. Ezt a két szót emelném ki ebből a most felolvasott igéből, mert a dialektikus gondolkodás szerint feltehetjük akkor a kérdést. Akkor van nem okos Isten tisztelet is? Hát ha Pál apostol így fogalmazott, és ő nem a saját kútfejéből merítette mindezeket, hanem nyilván Isten volt, aki ihlette az ő gondolatait, akkor azt mondhatjuk, hogy bizony, ezek szerint van nem okos Isten tisztelet is. Ha belegondolunk abba, hányan és hányféle formációban jönnek össze Jézus nevében, aztán ott nem arról a Jézus Krisztusról van szó, aki Isten fiaként önmagát adta oda értünk, hanem aki ilyen amolyan módszerekkel gyógyít, ha nem is teljesen, de részlegesen, és aztán összejönnek azért, hogy mint egy késztessék Istent arra, hogy ő csinálja ezt, meg azt, meg amazt, mert egy hamis Isten képük van, és egy hamis Jézus Krisztushoz imádkoznak ilyenkor. De a hívő keresztjénnek lehet okos Isten tisztelete. Milyen hát az okos Isten tisztelet? Azon kívül, amit az utána következő részben olvastunk, azt kell mondanom, hogy mindenképpen alázatos és hódolattal teli. Hiszen a világ teremtő ura előtt áll az ember imádságban, és természetes, hogy az Úrnak jár a hódolat. Ő előtte meg kell, hogy alázzuk magunkat. Nem lehet kevélyen vagy gőgösen odaállni elé, nem lehet zsebredugott kézzel imádkozni, vagy félig lelógó könnyékkel egy asztalra, vagy akár pulpitusra, mert a mindenható Isten, aki teremtette a világot, uraknak ura és királyoknak királya. És annak ellenére, hogy ő ilyen hatalmas, és minden hatalom az ő kezében összpontosul, ennek ellenére adta oda önmagát érettünk a kereszten, hogy nekünk örök életet szerezzen. Okos Isten tisztelet hát ezért az alázat, a hódolat, a szelídség vele szemben. Nem a parancsolgatás, sem a különböző szellemi lényeknek, ahogy halljuk különböző felekezetek és gyülekezetek előadásaiban, hogy Jézus nevében ezt meg azt meg amazt kell tenni, meg csinálni, hanem bizony úgy van, ahogyan ezt a most felolvasott igében olvastuk, amelynek az utolsó szava a tökéletes volt. Tökéletesen kell őt imádni, hódolni és előtte megalázkodni. Hát igyekezzünk ezen az úton járni, és szeretném, hogyha itt az alázat és a hódolat tekintetében talán azt hiszem példát is kapunk ebben a mai műsorban, hiszen vendégem Tarnóczi László testvérem az Úr Jézus Krisztusban, akit szeretettel köszöntök. Isten hozott, kedves Laci testvér, a stúdióban. Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a tévénézőket. A te életeden szeretnénk végig haladni és meglátni azt a csodát, hogyan szólít meg Isten egy embert, aki tőle távol születik, mert hiszen senki nem az ő közvetlen környezetébe tudva születik, bár ott vagyunk, de ezt nem tudjuk, ezért is hangsúlyoztam ki ezt a tudva szót. Hova készített el, hova tervezett el téged Isten, milyen családi környezetbe születtél? Hát egy vallásos családban születtem. Édesanyám énektanár volt, gimnáziumi énektanár, édesapám zeneszerző, és hát ilyen zongora kísérő felnőtt énekbetanítóként dolgozott a Magyar Honvédségnél, most így hívják, akkor Néphadsereg Művész Együttesénél, meghívták azt a céget, ahol dolgozott. Az egy rangos, komoly kórus volt. Meg igen, igen. Volt sok turnéjuk, igen. Uh-huh. Nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Jó részt szocialista országokban persze akkor. Hát még. Igen, abban az időben ez volt a divat, ugye oda
jártuk egymás országait. Igen. Gyermekkoromban nem hallottam Isten szavát. Debrecenben élt a nagymamám. Kálvinista Róma, ahogy mondani szokták kicsit viccesen. Igen, de a kálvinista Rómában az evangélikus templomba járt ő, mivel hogy a fölmenői is evangélikusok voltak, és vitt minket, a két unokáját, a nővéremet és engem, vitt rendszeresen az evangélikus templomba, és ott hallgattuk Isten igéjét. A felolvasott igét azt biztosan meghallgattuk, hát hogy utána mennyi ige magyarázat volt, azt arra már nem igazán emlékszem, illetve nem az jött át, hogy ez ige magyarázat lenne, inkább a napi politikában merült el a szolgáló lelkész. Meg az evangélikus istentiszteltek alkalmával inkább rövidebb maga az ige magyarázat, és kicsit hasonlít a korábbi katolikus jellegű liturgiához, ahol sok ének van, viszont ez neked azt hiszem pont jól jött, hiszen ha ilyen muzikális családba helyezett el Isten, akkor te is szerettél énekelni, nem? Igen, nagyon szerettem énekelni, még az ismeretlen énekeket is nagyon hamar próbáltam megtanulni, és volt egy olyan ének, ami nagyon hamar belopódzott, nem csak a fülembe, hanem a szívembe is nagyon megtetszett. Ez úgy kezdődik, hogy én Istenem, én bűnös ember, itt állok szent színed előtt. Uh-huh. Így kezdődött, és gyönyörű dallama van, talán Bach írt rá egy korált, de mindenképpen megfogott a dallamíve, meg ahogy ez az alázat, ahogy megáll az ember az Isten előtt. Tehát az ének üzenetében azért mégiscsak meg lettem szólítva Isten által, de akkor még az ige még nem szánthatott mélyre bennem. Hát igen, meg sok gyermekkori úgymond megtérésnek is az a folytatása, hogy az emberek már kamaszkorban elfelejtik az élő Istent, aztán persze Isten utána nyúl az embernek. Hát akkor jöttek nálad is az iskolai évek, ugye, ahogy említetted, testvéreddel együtt tanultatok. Hogy ment a tanulás? Igen. Hát tanultam, mint egy jól nevelt kisfiú. Olyan na, különösebb tanulmányi gondjaim nem voltak, 4-es, 5-ös söket szereztem szüleim legnagyobb örömére, és nem volt osztálytársaim között sem volt olyan, aki beszélt volna nekem hitről, Isten igéjéről, Isten. Bűnről, bűnbánatról, Isten felé való kapcsolatról, nem volt ilyen ember. Aztán eljött a pályaválasztás, hogyan mentél középiskolába? Volt valami családi kupak tanács, és volt valami, hogy én mozdonyvezető akarok lenni? Vagy mindjárt rögtön csak azt mondták, hogy hát, Lacikám, tudod mit, válasszunk valami általános dolgot, aztán majd, hogy mi lesz belőle, később kialakul. Hát most, hogy mondott Ferenc, igen, ez volt, hogy szüleim azt tanácsolták, hogy gimnáziumba járjak, és addig is lesz időm gondolkodni, hogy melyik irányultság lesz nekem a szívem szerint való, és így is lett. Beiratkoztam gimnáziumba, illetve egy kicsit könnyített felvételi volt, hiszen matek fakultációs osztályra jelentkeztem, és ebből volt felkészítő, és aki a felvételi előkészítőre jelentkezett, azt automatikusan föl is vették. Tehát egy kis protekcióval kerültem be a gimnáziumba, könnyítéssel, de utána se volt gond a matekkal, sőt a többi tárgyal sem. A harmadik, negyedikben elkezdték tanítani a számítástechnikát, technika, óra, amikor az anyaggal végeztünk, a technika tananyaggal végeztünk, ami a könyvben le volt írva, akkor áttértünk a számítástechnika tanulmányozására, és ott voltak olyan órák, amik kapcsán én belemelegettem ebbe a témába.
Lehet mondani, Isten ajándéka volt ezek szerint a technika tanára számotokra, mert azért abban az időben még ez nem volt olyan nyilvánvaló dolog, hogy akkor ez lesz a jövő útja, a számítás technika. Teljesen új út volt, igen. Ez egy teljesen új út volt, és ezek szerint a tanárotoknak volt egy ilyen irányú érdeklődése, és akkor, hát ahogyan nekem a tornatanáram kosárlabdázni tanított, mert ő kosaras volt bennünket, bár én kistermetű voltam az iskolában, igaz, hogy valami rugó volt a lábomban, és nagyot tudtam ugrani. Ugyanúgy akkor nálatok ezek szerint az ő érdeklődése ebbe az irányba mozdította a diákokat is. Mások is elindultak így a számítástechnika felé, vagy csak neked lett ilyen komolyabb érdeklődésed? Másokról nem tudok. Idősebb évfolyamokból mindenképpen volt olyan, aki ebben a témában indult el. Bár az ő tanulmányaikról nem tudok, de nagyon nagy érdeklődések voltak. Sőt, gépi kódban programoztak, ami már nagyon... professzionális. Nagyon zsizsegni kell valaminek az ember agyában, hogy olyat írjon. Igen, ahhoz már kell egyfajta gondolkodásmód valóban. Igen. Térjünk vissza a családhoz, hiszen említetted, hogy mindenki valamilyen fokon a zene közelségében érdekelt volt. Ez nyilván hatott rád is. Tanultál valami zeneszerszámon, eszközön, hangszeren? Igen, a kötelező egy év szolfézs után a gitárt választottam. Mindenki gitározni akart abban az időben, szerintem. Tudni illik. Egy vagy két évvel korábban édesapám Németországban turnézott, és a visszajövetelekkor vett egy gitárt. Uh-huh. Azzal a célzattal, hogy majd egyszer talán megtanulok. És aztán letelt ez a közbülső időszak, és utána én is belevágtam a gitározásba. Az első 2,5 év az szörnyű volt, nagyon nehéz volt, vért izzadtam. Favágás. Nem csak ilyen vizet, mint itt, hanem vért, és szinte kínszenvedés volt. Nyomta az ujjadat maga és a hangszernek? Hát azóta legkevesebb, hogy az ujjaim teljesen bevájúsodtak, de nem is ez a lényeg, hanem az kínszenvedés, hogy nem jöttek a hangok, hogy bár a kezem egyre ügyesebben mozgott, de az, hogy nem úgy szólt, ahogy bennem az megszólalt az a darab, és 2,5 év után kezdtem élvezni a gitározást. Na hát ez minden esetre biztató lehet azoknak, akik most éppen esetleg vagy nekifognak, vagy már túl vannak egy fél éven, egy éven, hogy igen, van ennek egy jó oldala is, vagy lesz ennek egy jó igen oldala is, csak még kitartás, igen, álhatatosság. A Biblia is említi ezt a fogalmat, hogy a hitben is bizony nagy szükség van az álhatatosságra, igen, és Isten megpróbálja a mi hitünket is, de az még a te esetedben egy kicsit arrébb van. Hogy. Akkor a középiskola zenetanulással, focival, iskolai eredményeknek a lehetőleg minél jobb elérésével zajlott, aztán eljött az érettségi, gondolom, akkor, igen, ahogyan mondtad, hogy viszonylag könnyen tanultál, Istentől kaptál egy ilyen értelmes gondolkodásmódot, jó fejet, ahogy mondani szokták, akkor biztos a érettségivel se volt nagy bajod, ugye? Nem volt, simán leérettségiztem, igen. És akkor jó volt ez a szülői gondolkodás, hogy na majd akkor eldöntöd, hogy mi leszel, és ott már akkor tudtad a vége felé, hogy engem nem, ez nem igazán, nem igazán jött be ez a gondolkodás, bár a számítástechnika érdekelt, sőt a zene is. Kifejezetten volt egy elképzelésem, hogy én hangmérnök szeretnék lenni. Uh-huh. Tehát, hogy ez konkrétan ez a szakma érdekelt, ahogy a mikrofonokat beállítják a stúdióba, ahogy a hangerőket beszabályozzák, összekeverik a hangszereket, a csatornákat, ahogy bejönnek. Uh-huh. Ebben érdekelt voltam, és édesapám révén, aki járt hanglemes stúdióba, rádióstúdióba, alkalmam nyílt betekinteni ilyen stúdió munkába, és sok felvételénél ott voltam a hangmérnök mellett, és néztem, ahogy tologatja, rendezi, sokszor zenei rendező mellett is ültem, és akkor bepillantást nyertem ebbe a stúdió munkába, az izgalmas volt, de a tanulmányaim akkor egy kicsit megálltak, informatikusként tudtam elhelyezkedni, rögtön érettségi után,
egy olyan céghez mentem, ami már megszűnt, úgy hívták, hogy nyomdaipari grafikai vállalat. Uh-huh. Ez egy monopol cég volt, akkor ők hozták be a nyomdaipari termékeket. Az első igéslap tulajdonképpen az igével való első tudatos találkozásom ebben az időszakban zajlott le, hiszen tehát általános iskolában, gimnáziumban végig énekkaros voltam, és utánam sem akartam abba hagyni. Uh-huh. Édesanyám ajánlott egy nagyon profi karvezetőt, és az ő kórusába kezdtem járni. Örömmel vett be a kórusba, illetve vett föl. Milyen szólamot énekeltél? Hát basszus, tehát lehet azt hiszem hallani. Kezdettől fogva, kisgyermekkoromban, amíg édesanyám keze alatt énekeltem, mert hogy ő volt az énektanárom felső tagozatban, 5-től 8-ig, 5-6-ban még szoprán voltam, és 7-8-ban viszont átkerültem az altba, és már sokszor az is fájt, mert akkor már elkezdtem utálni. Uh-huh. És hát igazából hát lassan kialakult a mély hangom édesapám után tulajdonképpen, mert neki is szép mély hangja volt. Igen, szép. És tehát akkor ajándék az úrtól. Egy kicsit menjünk a témához. Igen. Közel, hogy egyszer ezzel a kórussal voltak templomi koncertjeink. És egy ilyen templomi koncert alkalmával a katolikus testvérek készítettek a kórustagoknak igéslapokat. És hát egy ilyen igéslapként jutott el hozzám az Isten igéje. Akkor még nem tudtam, hogy mi ez, csak azt láttam, hogy szavak vannak egy lapra fölírva. Alatta van valami rövidítés. Az ige ez volt, mostanra kikerestem. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban álhatatosak. Hát akkor még ez a római levél 12. részéből, amit felolvastál, Ferenc, a 12. verse kicsit később szerepel ez az ige. Viszont könnyű megjegyezni, 12-12 rímelős. Viszont akkor még nem tudtam semmit sem az élő reménységről, még a nyomorúságról sem, és az imádkozásról sem. Viszont lehet mondani, hogy Isten másodszor bekopogott az ajtódon, hiszen, ahogyan említetted, először a nagymamánál, amikor ott egy szép ének volt, ami megszólított, igen, ami úgy kicsit szíven talált, most pedig ez az ige, hogy jé, hát egy ilyen ige, hú, én igét kaptam. Örültél azért ennek így is, hogy olyan nagyon nem értetted, nem? Igen, meg becsben tartottam, eltettem egy könyvbe. Uh-huh. Akkor még nem volt Bibliám, de egy ilyen naplóba beletettem. Abban az időben, amikor te leérettségiztél, akkor még volt kötelező katonai szolgálat is, ugye? Igen. Az elhelyezkedésemet, tehát a munkába állásomat követően egy éven belül rám is találtak a behívó parancsal, igen, és be is soroztak, Ercsibe kaptam helyet, ott a híradó ezrednél szolgáltam, szembe a hatos útnak a másik felén pedig a pontonosok voltak. Uh-huh. Ott töltöttem a másfél évemet a katonai szolgálatban. Hát ez egy nagy ajándék azért, mert hogy amúgy is ilyen elektronika, számítástechnika, ilyesmi irányultság volt, és az iskola is, amit végeztél, igen, ugye később aztán ebbe, igen, az irányba, igen, mutatott, és hogy pont akkor egy ilyen helyre kerültél, ebben én már látom, úgy mondjuk, Isten ujját, aki, mint a legjobb szervező, úgy finoman igazgatta az életutatat. Igen, igen. Annyit tudok mondani, hogy kezdjük az első pár héttel, uh-huh, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 hét volt a kiképzés. Igen, ez kemény. Úgy kezdődik a dolog, és hát már akkor is kérdések merültek fel bennem Istennel kapcsolatban, és az, aki akkor a pártomat fogta, illetve a kérdéseimre nagy szeretettel, türelemmel válaszolt, az a sógorom volt, aki időközben megtért. A nővéremnek a férje, a sógorom, és mind a ketten Isten ajándékaként egyszerre
egy időben térhettek meg. Ez tényleg nagy ajándék. És ő volt az, aki igyekezett engem az Úr felé terelni, bár nem volt könnyű dolga, mert kicsit értetlen voltam, kicsit nehezen mentek a fejembe azok a szakkifejezések, üdvösség, meg bűnbocsánat, meg bűnbánat. Nagyon nehéz volt ezt így belecsöppenni a közepébe, de akkor még a templom sem volt szóban, csak a sógoromnak az elmondásai voltak, de azt éreztem, hogy ott valami engem érdekel. Ebben az életben valami engem érdekel, hiszen olyan jó volt náluk lenni, olyan jó békesség volt a családban náluk. Uh-huh. Jöttek sorba a gyermekek, végül 6-nál álltak meg, de akkor még csak a kicsik születtek meg, és 40 négyzetméteren éltek, még 5-en is, de olyan jó békesség volt oda menni, és elétárni a kérdéseimet, és olyan biztonság fogadott nála mindig. Mindig volt nála egy jó falat, és teljes vendégszeretetét élveztem. Lelki és testi jó falatokkal. Lelki és testi jó falatok. Ez körülbelül úgy zajlott, hogy a gimnázium végétől elkezdődött, aztán volt egy kis kapcsolatom, egy kis szerelmi kapcsolatom, ami aztán a hölgy hirtelen döntése miatt abba szakadt. Elég sokat gyászoltam is. Igen, ez megviseli az embert. Igazából ez is arra inspirált, hogy keressem az Istent. Bár akkor még ez nem volt bennem tudatos, de... Lehet mondani, hogy a fájdalmak azok rögtön mindjárt valahogyan Istenhez vezetik az embert? Most itt ez a lelki fájdalom. Ebben az esetben. Igen, mindenképpen vigasztalást találtam az Isten szavában. Uh-huh. Mint ahogy később már tudatosan is kerestem, de olyan jó volt az, hogy megtudni azt, hogy van egy Isten, aki szeret minden feltétel nélkül. És akkor közben katona voltál. És közben katona is voltam, igen. Hogy viselted a katonaságot? Könnyen ment? Vagy hát a ott katonaság... Is volt egy kis lélekgyilkosság? voltak, nagyon belegázoltak a lelkembe. Hát én gimnáziumot végzettként bekerültem ilyen szakmunkás körülbelül olyan szintű gyerekek közé, és hát nagyon hamar kiderült, hogy én vagyok a nagy arc. Úgy mondták a gumikatonák azt mondták, hogy én mindig valami rosszul jár az agyam, tehát hogy én kicsit uh-huh. tovább gondolkodok, mint ők. Na szóval ebből kialakult egy konfliktus helyzet, és ebből egy elég megalázó helyzet jött ki, úgyhogy éjszakánként, lefekvés előtt, mikor már tényleg minden elcsitult, rendben volt a stokim, gyönyörű szépen minden úgy volt letéve, hogy kell, akkor utána úgy mondják, hogy magába szállt, mint a tékozló fiú a nagy keserűségben, és elég nagy keserűség nyomta a lelkemet, és akkor fölszakadt belőlem egy ilyen ima, hogy Istenem, ha vagy, akkor ments engem innen ki. És erre kiderült, hogy van, és ki is mentem. Később kiderült, hogy van, ez még mindig nem tudatos volt, csak visszatekintve tudtam azt kimondani, hogy ez tényleg az Isten hatalmas keze volt. Tehát, hogy ott igazából csak ilyen haszonélvező voltam. Igen, ezt akartam mondani, lehet mondani azt, hogy előbb a kegyelme érte el téged, előbb, utána az ő valósága. Mindenképpen. És az ő szeretete. Megelőzte az ő szeretete, bemutatkozását, a személyes bemutatkozását. Hát ez csodálatos dolog, és mi volt a szabadulás útja ott a seregben? Hát az, hogy a kézügyességemet nagyon hamar megtudták, ugyanis hát én is írtam leveleket haza, és meglátták, hogy milyen szépen írok. Uh-huh. Leginkább a századírnok látta meg, aki föladta a leveleket, és... Hát akkor híre ment a században, és akkor hát nem csak a mi körletünkben, hanem a századnak mind a három körletében voltak olyan gumi és öreg katonák, akik előszeretettel hívtak engem, hogyha címezni kellett.
A nézők kedvéért mondom csak azt, hogy a gumikatona az azt jelenti, hogy aki ilyen középidős, tehát már nem újonc, de még nem öreg katona, ezt hívják guminak, vagy hívták abban az időben, és az öreg katona, aki már egészen közel van a leszereléshez, és hát ő ott a király. Igen, igen. Istennek akkor van humora ezek szerint, mert hogyha ilyen írnoki helyzetbe kerültél, akkor azok az emberek, akik eddig téged csúfoltak, vagy esetleg éppen megvetettek, most pont a te jó indulatodra voltak szorulva, és keresték a kegyeidet. Igen, igen. Ilyen humora van Istennek, igen. Csodálatos. Uh-huh. Tehát, hogy előbb századírnoki teendőkbe lettem beavatva a fő századírnok mellett, csak ilyen kis segéd. A dolgaink végeztével, mikor már szabadidős tevékenységre nyílt lehetőség, akkor hívott be engem a századírnok. Lacikám, gyere, csak van egy kis munka. Uh-huh. és a katonaságom úgy fejeződött be, hogy felkerültem az ezredírnoki posztra. Az már igen? Ami tulajdonképpen hárman voltunk ott ilyen tisztségben, beosztásban, ilyen beosztásban. És hát akkor térképeket kellett rajzolni, mindenféle okmányokat kitölteni, szépen is, meg gyorsan is. Tehát vegyes feladatok voltak. És persze ott gondolkodni is kellett már ehhez. Igen, igen, hát nem ment semmi. Na, de eljött a leszerelés ideje. Gondolom. Igen. Leszereltem. Bocsánat, még azért olyan történetet hoznék be, hogy az igével való megismerkedésem kapcsán egyszer visszafele úton, amikor a sógorom vitt a saját trabantján vissza a laktanyába, nem szálltam ki ott a laktanya előtt egyből, ahogy megérkeztünk, hanem ott egy áldott beszélgetés kezdett kibontakozni, és a végére oda jutottunk, hogy a sógorom elmondta azt, hogy amikor Isten népe lázadt Mózesék ellen, akkor ott elkezdett a nép imádkozni, és Mózes azt kapta, hogy készítsen egy rézkígyót, és ezt tegye föl egy póznára. És ennek az új szövetségi párja az, amikor tulajdonképpen Jézus beszél erről Nikodémusnak, aki éjszaka keresi meg őt, hogy az ember fiának oly módon kell fölemeltetnie, ahogy Mózes ki fölemelte a kígyót a pusztában. És akkor valami az én szívemben megint fogékony, tehát elültetődött a szívembe, és fogékony lettem erre az üzenetre, és a következő napokban, hetekben nagyon sokat gondolkoztam erről. Lehet mondani, ez egy ilyen műszaki fogalom, hogy interferencia jött létre, hogy amikor igen, egy igen. bizonyos hullámrezgésre egy másik azonos frekvenciájú hullámrezgés kapcsolódik, akkor a kettő összeadódik, igen, és hirtelen megnövekszik a kilengés, vagyis a maximum, vagy meg a minimum, az amplitúdó. Ezért nem szabad a katonáknak menetelve menni egy hídon, mert hogyha éppen az a rezgés megegyezik a hídnak az önmagával való rezgésével, akkor össze is omolhat a híd, volt erre állítólag példa. Bár lehet, hogy ez csak legenda, nem tudom, de minden esetre valóban. Tehát a mennyei világ rezgései azok a te lelked rezgéseivel harmonizáltak, hogy maradjunk a zenészeti háttérnél, igen. És ez a harmónia, ez megörvendeztette azt a fiatalembert, aki ott, hát némi keserűség után, de Isten kegyelméből ezredírnokká vált. Igen. És akkor mit jelentett, hogy elkezdtél ezen gondolkodni, molyolni, foglalkozni ezzel? Kaptál Bibliát, és elkezdted olvasgatni? Hogyne, a sógorommal való egyéves beszélgetésünknek rögtön az elején kaptam egy Bibliát, amiben Jézusnak az a mondata lett beírva, tehát nővérem írta be azt a mondatot, amit Jézus mond, azt hiszem Pilátusnak mondja, hogy én azért jöttem és azért születtem a világra, hogy az igazságról szóljak. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. És akkor elgondolkoztam azon, hogy mi az igazság, én honnan való vagyok. Kicsit dialektikus módon azért fölötlött bennem, hogy ha nem az igazságból való vagyok, akkor én a hamisságból való vagyok.
Tehát, hogy, adódik. Hogy így egy kicsit elkezdtem gondolkodni, de ez az áldozat is elkezdett bennem dolgozni, ez a témakör, bár azt elmondom, hogy ez az év azzal telt el, hogy megtudtam, hogy nekem vannak bűneim. Mert azt tudtam, hogy Isten értem, hogy ez van leírva a Bibliában, hogy Isten értem halt meg, vagy értünk halt meg a mi bűneinkért, de az az igazság, hogy az én családomban nem kértünk egymástól bocsánatot. Vagy ha kértünk is, akkor csak úgy, hogy bocs. Ilyen formálisan. Tehát csak így formálisan. És nem volt ebben benne a másiknak a fájdalma, a másikra való, tehát az, hogy tekintettel vagyok rá, hogy megbántottam, igen, hogy megbántottam, nem voltam tudatában. És ezt tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatban kellett megtanulnom, megértenem, hogy mit jelent az, hogy Isten nekem megbocsát, hogy miket kellett megbocsátani. És a nővére még nagyon nagy szeretettel hozták a tudomásomra, hogy most például, Lacikám, káromkodtál. Mire te? Kicsúszott a számon egy káromkodás. Én észre se veszi az pontosan, ember ebben az állapotában. Pontosan így volt, hogy vak voltam és süket voltam a saját szövegemnek a meghallására. Igen. És akkor elkezdte Isten az ő gyógyító munkáját. A sógorom leszerelésem után elvitt abba a gyülekezetbe, ahova ő is járt. Elég messze volt a lakhelyünkről. Sogoromék Angyalföldön laknak, Észak-Budapesten, én meg még északabbra, Újpesten, és Kelenföldre jártunk akkor Ifibe. Dél-Budára. Méghozzá igen. Úgy, hogy az ő surranó társa, katonatársa vitte el őt abba a református gyülekezetbe, és ott kezdték el a közösségi életet, és oda vitt engem már ismerősként a sógorom. És akkor ott éltem át a hívő élet gyermekbetegségeit, ott lettem először ifis, és ott csöppentem bele egy nagyon mély ima közösségbe. Volt egy öregebb ifis, Nagy Ferencnek hívták ott Kelenföldön, és ő hívott magához, hogy imádkozzunk. És heteken, hónapokon, talán még éveken át is tartott, amíg megmertem szólalni azon az ima közösségen. Nem olyan magától értetődő, hogy én az Istennel beszélek. Magamban persze folyamatosan mentek ezek az imádságok, de az, hogy ez ki is jön belőlem, az abban van némi kockázat. Meg felelősség, meg hogy kezdjem, hogy fejezzem be, és hogy közben is, tehát hogy ez nagyon új volt, és ez jó volt a testvérektől megtanulni. Ez a hosszú idő, ez hasznos volt erre. Maga Jézus is azt mondta, amikor kérdezték tőle a tanítványok, hogy kérték a tanítvány, hogy taníts minket imádkozni. Igen. Ugye, mert Jézus rabbi, vagyis mester volt, bár ő nem végzett semmiféle rabbinikus iskolát, hanem egyszerűen köréje gyűltek az emberek, amiatt a sok csoda cselekedet miatt, amit végzett, és amiatt a szelítség bölcsesség miatt, és azért a bölcsességért, amivel megfelelt a neki ellene címzett támadásoknak, ezért aztán látták a kívülvalók is, hogy hát ő benne valahogy több van, ő valahogyan más, mint azok a rabbik, akik ott egyébként járnak, és még keresztelő János tanítványai közül is, miután János lefejezték, voltak, akik Jézus Krisztust követték az ő útján. Na, a lényeg az, amit ebből az egészből ki akarok hozni, hogy ez a csodálatos bölcsesség, ez a tanítási készség, ez benne van a Bibliában. Ugye azt mondják a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni. És akkor Jézus elkezdi mondani ezt a mi atyánk kezdetű imádságot, és ha belegondolunk abba, hogy ez valójában Jézus tanítása, tehát nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, hanem azt, hogy így imádkozzátok. Ilyen legyen a ti imádságotok. Legyen egy címzés, legyen benne dicsőítés, legyen benne az, hogy kinek tartjátok Istent, legyen benne az, hogy mit akarsz te magadtól elmondani neki, mi az, ami a szívedben van, azt add oda, nyújtsd oda, a szíved vágyát is nyújtsd oda, és bízd rá az Úrra, hogy majd ő ezt a kellő időben megadja, hiszen ott van benne, hogy legyen meg a te akaratod.
hogy Uram, úgy legyen, hogy én elmondtam mindent, amit akartam, de a te akaratod legyen meg, és mennyire tökéletes, hogy maga Jézus, aki ezt tanította, ezt oda is érte a tanítványok elé, hiszen a keresztre feszítéskor, illetve azelőtt, amikor imádkozott, pontosan ezt mondta, hogy ne az én akaratom, hanem a tied. Atyám, az legyen meg. Na de egy kicsit a teológia után térjünk vissza, kedves Laci testvére, te életedre. Isten tehát ilyen kis zászlócskákat tűzött le az életedben, nagymamánál egy énekel. Aztán a katonaságnál, ott vagy azzal a lányjal a kapcsolatban a fájdalommal, aztán a katonaságnál is a megalázottsággal, hogy hozzá kiáltottál. Igen. Aztán annak ellenére, hogy még nem voltál benne hívő, megtért gyermeke, ő mégis az ő kegyelmével felemelt ezred írnoki pozícióba. És hogy milyen gondos Isten, hogy éppen ekkor, miután jött ez a sok ajándék, oda tette a sógort, meg a testvéredet, akik már előtted járva az Úr útján sokkal többet tudtak, és azzal a krisztusi szeretettel és szelídséggel öleltek körbe, ahogyan említetted, olyan szép volt ez, hogy elmentél föl hozzájuk, és hát ott olyan békesség volt, és szeretet, és harmónia, és finom ennivalók is voltak. Tehát fontos a testről való gondoskodás. Egy holland misszionárius testvérem mesélte el azt a történetet, hogy egy néni járt egy református gyülekezetnek, voltak havonta ilyen missziói alkalmai, ahol esténként, vagy késő délutánonként teát főztek, és azt osztogattak, és egy néni mindig eljött. És aztán megkérdezték, hogy miért tetszik eljönni, mindig itt van, és mindig olyan szépen csendben leült hátul, a teja. A teja, nagyon finom a teja. Tehát fontos dolog az a testről való gondoskodás, a finom étel, a finom ital, a hozzávaló kedvesség, amivel ezt átnyújtják az éppen rászorulóknak. Téged ez is fogott természetesen amellett, hogy hallottad az igét, és hogy Isten nem csak kívülről, hanem belülről is téged késztetett, mert már az akarást is ő munkált. Tehát maradhattál volna kemény szívű, igaz? Így van, így van. Az út nyitva állt arra felé is, de aztán Isten igéje még erősebben szólt. Van egy kedves hallelúja, hogy az a refrénje, illetve hát változik a refrénje, hogy semmit te, mindent csak én. Igen. Aztán van mit te, van mit én, van mit én, és aztán többet te, kevesbet én, és akkor és semmit mindent, én, és ő mindent. Mindent te, semmit én. Igen, úgyhogy hát ez igazából lezajlott az életembe. Talán a többet te, kevesbet én most ott tartok. Viszont Kelenföldről azt kell mondanom, hogy volt ott egy ifi, ahova jártam, ahol énekeltünk énekeket, és hát a gitározás az adott volt nálam, tehát volt gitárom, és vittem is az ifire. Használtam is, örömmel. Úgyhogy nagyon hamar megtanultam az énekeket, és olyan énekekhez is írtam kíséretet, amik addig nem voltak. Tehát így fölakkordoztam az akkordozatlan énekeket is, és az egyik ifin egyszer csak fölállt egy idősebb lánytestvér, és azt mondta, hogy illetve nem fölállt, hanem utána beszélgettünk, és elém állt, és azt mondta, hogy Laci, nincs kedved Isten dicsőségére énekelni. Így elém szegezte a kérdést, és hát megmondom őszintén, nem jött automatikusan a válasz, bár a készség megvolt bennem, hogy ezt megtegye, hogy igen legyen a válasz. De, csak hogy te egy másik kórusban énekeltél. Ezzel párhuzamosan, tehát hogy akkor még énekeltem abban a Gutenberg kórusban, ahol borról, szerelemről, gyönyörökről és egyéb boldogságokról, meg... Hát az élet örömeiről, úgy általában. Meg azért templomba is voltunk, tehát azért keresztény tartalmakat is énekeltünk, tehát énekeket, zsoltárokat, imádságokat, zsolozsmákat énekeltünk, de hát azért a java azért mégiscsak ezekről szólt. És hát elhangzott a hívás, és hát bizony elteltek hetek, hónapok,
és még mindig nem tudtam kimondani azt, hogy, mm-hmm. azt, hogy igen, igen. És mi történt? Hogy történt ez? És valami különleges hát esemény volt? Az az igazság, hogy Istennek is kellett bátorítania igékkel közben. A nővéremékhez is mentem át, és ők is látták ezt a tanácstalanságot bennem, és ők is bátorítottak igékkel, hogy jobb az Urat szolgálni, mint egyebütt lenni. Tehát az igazi művészet az, amikor Isten dicsőségére hangzik, ami igen. ott a művész száján kiérkezik. Igen. Na, de hát ezt még akkor nem tudtam, most már tudom. Uh-huh. És akkor a gombóc volt akkor azon a kóruspróbán a torkomban, hogy szinte nem is kaptam levegőt. Ez a Gutenberg kórus. A Gutenberg kórus volt, igen. De fölálltam a kóruspróba végén, és azt mondtam, hogy barátaim, én megértettem azt Istentől, hogy nekem nem kell itt többet énekelnem. Vagy pontosabban nem itt kell. Nem itt kell énekelnem. Hanem egy másik kórusban. És hát azért nagyon, ott volt marasztalás nagyon, azért. Nagyon nehéz volt ott megállni ezen a sziklán, vagy ezen a meggyőződésen. Mert igazából a kórustagoktól is jött az, hogy hát ezt azért gondold meg. Nem kell ezt olyan komolyan mert venni. Mert azért egy jó basszus is vagy, uh-huh. szükségünk is van rád, mert meg hát azért nem minden szektának kell bedőlni, meg ki az, aki elragadott téged tőlünk. Tehát, hogy jöttek a védekező mechanizmusok, de aztán mégiscsak az volt az utolsó próbám, amin ott voltam, és elkezdtem járni. Az is buktatója volt ennek a váltásnak, vagy hogy mondjam, tehát az is próbája volt, hogy ugyanabban az időpontban volt a próbája. Ennek a kórusnak is, meg annak a kórusnak aha, is. Ez is hétfőn hatkor volt, aha. meg az is hétfőn hatkor volt. Kényszer volt a döntés, mert nem járhattam ide is, meg oda is. Világos. Úgyhogy itt eszembe jut az, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Tehát a döntés az világos kell, hogy legyen. És az Úr ezt kimunkálta az életemben. Akkor lehet mondani azt, hogy ugye van egy ilyen ige is, hogy aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Igen. Isten most akkor ezt itt az életed valóságában sikerrel teljesítetted ezt a próbát, és be is álltál a kelenföldi kórusba, ahol, ha jól emlékszem, Alföldi Borús Csilla. Ez az nemzetközi az igazság. Orgonaművész híres kórusvezető is egyébként. Az az igazság, hogy akkor még nem fogott bele a kórusvezetésbe ő, akkor még amatőrök vezették a kórust, de nem is az a kórus volt, hanem egy úgymond központi református, ma már van központi református kórus, annak az elődje volt, a Soli Deo Gloria kamarakórus, ami tulajdonképpen protestáns fiatalokat gyűjtött egybe, Bódis Tamás és Hargita Péter vezetése alatt, és nagyon családiasak voltak a próbák, ilyen 20-30-as létszámmal dolgoztunk, és minden próbán volt áhítat. Uh-huh. Volt, hogy az elején, volt, hogy a közepén, volt, hogy a legvégén. Úgy is lehet mondani, hogy minden áhítaton volt próba. Minden áhítaton volt próba, volt éneklés is, és nagyon jól éreztem magam abban a közösségben, és otthonra találtam az Istennek való éneklésben. Hadd kérdezzek egy fontos igen. kérdést. Ugye korábban beszéltünk a szüleidről. Most már egy felnőtt férfi vagy, ugye leszereltél, igen. dolgozol újra, kórusban vagy, jársz a kelenföldi gyülekezetbe. Igen. Hát otthon azért ezt észrevették, hogy valami változott ebben a Laci fiúban, nem? Hogy fogadta a család, az édesanyád, édesapád? Egyszerűen nyugtázták, hogy valahogyan más lett, és könnyebb lett neked ezentúl a velük való viszonyod egyébként? Vagy talán éppen nehezebb? Nem mondanám, hogy könnyebb lett, ugyanis édesapám, hát Isten tiszteletre is jártam Kelenföldre, meg ifire is jártam Kelenföldre, és pénteken és vasárnap. És mikor hazamentem, akkor voltak ilyen kis apró kérések, hogy vidd ki a szemetet, vagy ezt, azt, amazt csináld meg, és akkor hát
az igazság, hogy akkor nem úgy az volt, hogy igenis apám, hanem egy kicsit úgy váratott magára. Meg az egész viselkedésem, otthoni habitusom, az nem igazán azt tükrözte, hogy én most hol voltam. És akkor ilyenkor jött az a válasz, hogy fiam, igen, minek jársz te oda? Minek járok én oda? Mert hogyha ilyeneket tanítanak, akkor teljesen felesleges járni, mert amúgy is ilyen vagy, sőt, még jobb voltál eddig. Uh-huh. Úgyhogy megkaptam én a családból ezeket a reakciókat, de úgy döntöttem, hogy ezekre nem hallgatok, mert engem jobban vonz az Isten igéje. És hogy szégyelli az ember utólag ezeket, ugye, igen, hogy Istenem, bocsáss meg, igen, hogy igen. A te nagy nevedre nem tudtam nagy dicsőséget hozni. Sok-sok bántást hoztam az ő nevére, igen. És említetted, hogy a családban nem volt divat a bocsánatkérés, és például ezekért a dolgokért később sikerült azért bocsánatot kérni? Volt utána olyan dolog, amiért nyíltan és azonnal bocsánatot kértem, vagy kis idővel, tehát hogy napközben megbántottam édesapámat, és akkor utána este oda mentem hozzá. Na ez már azért sokat jelentettem neki, ezt elmondom. De az nagyon, nagyon sokat jelentett, hogy édesapámmal ez nem történt meg, de édesanyámnak a halálos ágyán bocsánatot tudtunk kérni legutolsó éber pillanatában a nővéremmel, és ki tudta azt mondani, hogy megbocsátok. Úgyhogy ez nagy ajándék volt a megbocsátást illetőleg. Ez már mostanában volt? Ez 2016-ban, két éve volt, májusban. Úgy tudom, hogy nős vagy. Igen. És azért Isten a párválasztásban is segít az ő gyermekeinek, és te akkor már az ő gyermeke voltál, amikor kaptál egy nagy-nagy ajándékot, és hát ő is kapott egyet benned. Igen. Ez is Kelenföldhöz kapcsolódik. Amikor lejárt az előző kapcsolatomnak a gyásza, akiről meséltem, hogy gimnázium harmadik, negyedik évfolyamában ismerkedtünk össze, egy fiatalabb lányjal, aki fölmondta a kapcsolatot. Hát egy jó két évig gyászoltam. Pont jól jött a katonaság akkor. Mert hogy nagyon hűséges vagyok, tehát hogy nekem nagyobb érvágás volt ez, mint neki valószínűleg. Ő csak úgymond ilyen vigasz tapaszként használt az édesanyja tehát rákos volt az édesanyja, és addig, amíg kórházba feküdt, illetve elment ő, addig jó voltam neki. Mm. Tehát, hogy ezt kellett földolgoznom. Nézd, hát lehet mondani azt is, hogy ez is egyfajta lelki segítség volt. Igen. Jó volt, hogy tudtál valakinek neki. Igen, lelki támaszt lenni, legalább igen. Arra az időre. Igen. De akkor letelt ez a gyász, és hát ott voltak az ifében a lányok. És volt olyan időszak, hogy föltettem Istennek a kérdést, hogy de hát akkor kicsoda? Mert azt igazából már sejtettem, hogy nem illik fele másikában lenni, tehát azt azért tudtam, hogy hívő lány lesz a feleségem, az alapvető kritérium volt. De hogy kicsoda? Igen. És akkor így ostromoltam Istent. Ilyenkor jönnek a Gedeon imádságok, ugye? Ifi után, igen, hogy ilyen jelet, hogy olyan jelet, hogy igen, Istenem. És hát kértem, ostromoltam az Istent, ott álltam, zörgettem, és nem nyitatott meg. És akkor egy kicsit megnyugodtam ebben a dologban, egy kicsit lecsillapodott ez az éhség, a pár utáni éhség. Tudtál türelmes lenni. Igen, megtanított engem Isten türelmesnek lenni, és akkor egyre inkább kialakult bennem az a kérés, hogy meg szolgálatokat is hallottam erről, erről az ige szakaszról, hogy Ádám azt mondta Évának, amikor elévitte, hogy ez már testemből való test, csontomból való csont, asszonyember legyen a neve. Tökéletesen egy. Tökéletesen, igen, hát hogy egy test lettek ők, hogy,
hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy Uram, mutasd meg azt, akire azt mondhatom, hogy testemből való test, csontomból való csont. Akivel ennyire egyek vagyunk. Igen, igen. Vagy leszünk. Akinél nincs, akinél nem lesz több kérdés. Uh-huh. Akire erre azt mondtam, hogy megtaláltam, Heuréka. Igen. És pont Kelenföldön történt, Alföldi Boros Csillával, az ottani kántorművésszel, hogy egyszer csak nem tudott jönni egy vasárnap orgonálni, kántorkodni, de ő a budapesti kántorképzőn tanított akkor, és volt egy tanítványa, ő volt Csenge, uh-huh. és őt hívta meg. Mindig más tetvet és forgóban voltak, mindig mást, meg aki ráért, persze. Kedves. Természetesen, és azon a vasárnap éppen Csenge jött el, és én meg láttam azt, hogy nem Csenge ül ott, vagy nem Csilla ül ott az orgonánál. Ja igen, mert ott úgy van megoldva a kelenföldi gyülekezetnél, hogy gyakorlatilag a gyülekezet szélénél ott ül az orgonaművész, Alföldi Boros Csilla, és hát az egész gyülekezet látja őt. Igen. És te meg láttad, hogy nem látod, hanem valaki más. Tehát igen. Ki az ott az orgonánál? Sőt, én a mellette levő folytatólagos padban ültem, tehát hogy, uh-huh. és nagyon közel úgy, hogy talán még a kottájába is bele tudtam pillantani, amikor ő játszott. Nem ő volt ott, és az istentisztelet előtt már odaértem, és hát oda mentem hozzá, hogy te kicsoda vagy. És akkor azt mondta, hogy én Csillának vagyok a tanítványa, és ő rendelt engem ki, illetve ráértem, és elvállaltam ezt a szolgálatot. És akkor bemutatkoztunk, mondtam, hogy én ide járok ifibe, én meg Újpestről járok, azt mondta. Na, ez egy komoly közösség, mert ugye te is Újpesten laksz. Ifibe én Újpesten laktam, és Kelenföldre jártam. És Újpestről oda jött a Csenge. És tehát ez volt az első. Ez már azért egy komoly jel. Ez volt az első találkozás, és aztán visszafelé a 4-es-6-oson le kellett szállniuk egy családi látogatás miatt, tehát nem kísérhettem őt hazáig, édesanyja is elkísérte őt. Tehát nem hármasban jöttünk hazafelé, hanem egyedül jöttem haza, de aztán utána összefutottunk a metrón, reggel is volt olyan, hogy egy kocsiba szálltunk, én álltam meg pont előtte, ő bújt valami könyvet, mert valami zenei tanulmányból éppen akkor volt valami számonkérés, és én álltam meg előtte, és egyszer csak megszólítottam, hogy szia Csenge, és akkor így, mintha villám csapott volna, így fölnézett, és nem is tudta, hogy ki vagyok, uh-huh. elsőre, és akkor elmondtam neki, hogy én voltam az a múltkor a templomban, Kelenföldön, és hát akkor kezdődött valami. Elkezdődött valami közöttünk, és sokszor... a könyvből való felkészülés. Sokszor találkoztunk, munkában mellett is, amikor egy metróra szálltunk, hazafelé is, zeneakadémián koncertet hallgatott, én meg volt néha, amikor később jöttem haza, és munkahelyről, és akkor is tudtunk találkozni. Isten szépen kialakította. Aztán, ahogy a Soli Deo Gloria kórusban énekeltem, közben ott is Isten már megszerkesztette azt, hogy lesz ebből a kelenföldi ifisből újpesti ifis. Uh-huh. És úgy szervezte, hogy a kórusba, az Soli Deo Gloria kórusba, a kamarakórusba járt nagyon sok újpesti. Egy egészen kis baráti közösség alakult ki ott, nem csak újpestiekből, de a javarésze újpesti volt, és hát nem volt kérdés, hogy nekem valamikor át kell mennem Újpestre. Tehát szóval nem, haza tehát kell menni, hogy, és... Hogy úgy automatán, úgy lehullott a pikkely a szememről, hogy nekem tényleg otthon van a helyem Újpesten. És ott már volt egy kis közösség. És már volt egy kis közösség, voltak ifisek, akiket ismertem, és ők is ifibe jártak természetesen, és így igazából úgy láttam azt, hogy Isten így elkészítette az újpesti megérkezésemet. És akkor oda járt Csenge is. És akkor oda járt Csenge is. Más ifibe jártunk, tehát én az egyel öregebb ifik
ifikhez jártam, ő pedig a fiatal ifikhez járt. Na de már azért az egy gyülekezet, egy szinten voltunk, igen. Szomszédos termekben volt az ifi, utána nagy beszélgetések voltak, meg süti volt, meg evészet, ivászat volt, utána persze szolid módon, és akkor kezdtünk el ismerkedni. És akkor így... És hát akkor megjött a döntés. Évek hosszú sora volt, és igazából nem nagyon akartam én a végső döntést meghozni, és Isten szólt bele ebbe is. Azt mondta, Józsuéban olvastam, talán a 23-24-25. Fejezetben van, most nem tudok ige helyet mondani, de az volt az ige, emlékszem rá, ide van beírva a szívembe, meddig vonakodtok még, hogy elfoglaljátok azt a földet, amit az Úr ígért nektek. Hoppá, ez egy nagyon komoly késztetés, hogy úgy mondjam, mint egy parancs. És akkor elhatároztam, hogy akkor most, és a következő húsvétkor megtörtént az eljegyzés. Isten örömére, és a gyülekezet örömére, és a szüleitek örömére. Igen. A család is jól fogadta Csengét, és téged is az ő családja? Az én szüleim egy kicsit kétkedve fogadták Csengét, olyan... Pedig hát muzikális. Óvatosan, nagyon tehetséges zenésznek mondták, de nem voltak benne biztosak. Uh-huh. Egyik szülőm sem volt benne biztos, bár inkább édesapám volt ebben az első hegedűs, de aztán az évek során, ahogy összemelegettünk, és utána meg házasságot is kötöttünk, utána pedig jártunk föl a szüleimhez, uh-huh. akkor meg, tehát fölmelegedett ez a hűvös viszony felé. Hála Istennek érte, és akkor megvolt az esküvő, és örült a gyülekezet, a család, igen. És hát legfőképpen az ifjú pár is örvendezett. És hát gondolom sok együttes szolgálat, zenei szolgálat is, és igen, mi egyéb a gyülekezeten belül és kívül. Még szeretnék a te családodról, a korábbi családodról kérdezni egy kicsit, hiszen említetted, hogy 2 évvel ezelőtt ment el édesanyád ebből a világból. Sikerült neki is bizonyságot tenni? Igen, mind a két szülőmnek sikerült bizonyságot tenni. Karácsonyokkor, ünnepekkor, húsvétokkor, persze, igen. És hát azért a hétköznapi találkozásunkkor is, amikor csak tudtunk, azért beszámoltunk neki az életünk eseményeiről, aktualitásáról, hiszen azt nehéz megkerülni, tehát hogy arról sokkal könnyebb beszélni, és az talán őket is érdekli. Igen, úgy, és úgy gondolom, hogy itt nem egy vasárnapi prédikációról van szó, hanem amikor egy édesanyát például a saját kedvenc leánya és fia, gyermekei vezetgetik oda valahogyan nagy-nagy szeretettel Krisztus közelébe, akkor ez úgy általában eléri a célját. Az az igazság, hogy nem a mi szavunk érte el a célját, bár Isten igéje. Azért mi is tettünk az ügy érdekében, például évek hosszú soráig kértük édesanyánkat, hogy tegye le a bagót. Uh-huh. Mert a Zeneakadémián egyszer egy vizsgaidőszakban elfogadott egy cigarettát, és onnantól egészen odáig elment, hogy két doboz, és még utána is volt, hogy szívott egy nap. Tehát láncdohányos volt, és kértem azt, hogy hagyja abba a dohányzást, és nem sikerült. És hát voltak a szívével is betegségei, volt egy angina pectorisa, tehát volt, meg Pap Lajos szívsebészhez is el kellett mennie konzultációra, de egyszer csak úgy, hogy mi nem voltunk ott, egyszer csak megért benne ez a döntés, hogy én mostantól leteszem a cigit. És utána körülbelül 2 évet élt még utána, de másfél év után megöleltem édesanyámat, és azt mondtam, hogy anyu, illatos vagy. Uh-huh. Olyan jó volt az, nem a bagószagú anyu. Úgy volt, hogy nem az a bagószag árad belőle, uh-huh. hanem nagyon finom illat. És akkor éreztem az édesanyámnak az illatát. Ez nagyon nagy ajándék volt. De közben a lelki részére rátérve,
hogy édesanyám visszatalált a gyülekezethez, valószínűleg édesapám halála is nagy szerepet játszott ebben. Isten megmutatta, hogy nem jó egyedül. És egy kicsit bevezette őt a testvérek közé. A közösség vigasztalása. A közösség. Volt egy pénteki bibliaóra, ahova eljárt, az Isten tiszteleteket elkezdte előbb látogatni, és utána kedvet kapott erre a pénteki bibliaórára, és utána ezek pár hónapos eltéréssel jöttek az új lehetőségek, és legutóbb pedig a legkisebb körbe van egy házi ima közösségünk, a gyülekezetben több is van, de a mi házi közösségünkhöz csatlakozott ő, és egy ilyen alkalom után lett ő rosszul, és akkor hazakísértük, és akkor kapta azt a szívrohamot, aminek a vége az lett, hogy kórházba kellett vinni őt. De nagyon örülök annak, hogy igei útmutatás vitt a szívében a kórházba. Ez is milyen jó dolog, hogy az ember nem úgy kell visszagondoljon erre, hogy jaj, hát tartottam egy bibliaórát éppen akkor, és szegény édesanyám szívuramot kapott utána. Ugye egy kicsit réfásan megfogalmazva, hanem inkább a hálával lehet visszagondolni, hogy hálát adok Istenem, hogy én lehettem az, aki az utolsó bibliaóráján szolgálhattam, hogy édesanyának az egy ajándék, hogy a fia vezethette a bibliaórát, az neki egy öröm, mint egy elvileg egy dicsőség, hogy az én fiam, hát az vezette a bibliaórát. És biztos, hogy nem azért kapott szívrohamot, ahogyan vezetted a bibliaórát, hanem mert ennek eljött az ideje, és Isten úgy gondolta, hogy most van készen, és akkor még ott azért volt egy hosszabb idő, talán egy hónap is, úgy emlékszem. Igen, egy szűk hónap volt, és ennek nagyobb részét kómában is töltötte. És hogy tudtátok látogatni, és segíteni, látogatni, és vezetgetni, és énekelni, imádkozni. Igéket mondani a fülébe, amikor már nem volt magánál. Vagy azt hiszitek, hogy nem volt magánál. Igen? Tehát, hogy azt tudom, hogy nagyon sok mindent hall az ember, még akkor is, hogyha éppen kómában van. Ezt mondják a meghalókról is. És volt, hogy teljes énekeket elénekeltük neki. Hát én azt hiszem, hogy megköszönöm ezt a szép bizonyságtételt, amelynek ilyen szép a vége is, hogy édesanyját is sikerült az Úr Jézushoz vezetni, és hát gondolom sokakat. Még annyit gyorsan elmondok, hogy sokfele szolgál a kedves mai vendégünk, Tarnóczy László testvérünk, hiszen a Magyar Belmisszióban, Biatorbágyon, a híres Liza néni féle csoportban is tanítod az éneket az ottaniaknak és a gyerekeknek, gyerekcsoportban is szolgálsz, és hát mindenhova, ahova meghívnak, amellett, hogy a gyülekezetben egyedül vagy a feleségeddel együtt közösségben. És hát megkérnélek, hogy egy közös imádsággal akkor ezt a mai műsort, ha befejezhetnénk, hálás lennék, és kérlek, hogy akkor kezd meg. Értem. Úr Jézus, hála neked, hogy te szereteted meggyőzött engem is. Hála neked, Uram, hogy a te szereteted nem ismer határokat. Hála neked, Uram, hogy a te szavad cédrusokat törd el. Hála neked, Uram, hogy meggyőztél arról, hogy bűnös vagyok. És hála neked, hogy felnyitottad a szemem a Golgotára, ahol te kifizetted a bűneim árát, és lehetővé tetted, hogy megláthassam Istent, megláthassam az ő hatalmas dolgait, átélhessem a szabadítást, a bűnből való szabadítást. Köszönöm, Uram, hogy itt még a földön küszködöm a bűnnel, küszködünk még sokan, de köszönöm, hogy a végső győzelem is a tiéd. Add, Uram, a tévénézők szívébe is, Uram, azt a bizonyosságot, mint amire engem eljuttattál, mint amire édesanyámat eljuttattad. Kérlek, Uram, hogy,
hogy működj a te lelkeddel, és mindenkivel személy szerint beszélj, és segítsd előbbre azon az úton, ami feléd vezet. Mert az az egyetlen értelmes út, aminek a végén te ott állsz. Amen. Amen. Hálaadással köszönöm meg, Úr Jézus Krisztus, hogy megtetted ezt a hihetetlen tettet, ezt az érthetetlen tettet, hogy önmagadat Istenné való voltodból otthagyva emberré lettél, és odaadtad dicsőségedet, és vállaltad a gyalázatot, a halált, a kínhalált, a szenvedést, az izzadságot, a megalázatságot, hogy nekünk örök életet szerez. Köszönöm, hogy Lacit ma ebben a mai világban is, a technika világában is, mint informatikust is elérte ez a csodálatos üzenet, hogy te szereted őt, és megbocsátottad az ő bűnét is. És köszönöm az enyémeket is, Uram, amiket mind-mind elrendeztél, és mind elvégeztél, és mind megbocsátottad, és ott állhatunk előtted tisztán és fedhetetlenül a te kereszten kiomló véredért. Vezess bennünket tovább is a te utadon, és áld meg a televízió nézőket is, hogy ők is megismerjenek téged úgy, amint ahogyan mi is. És legyünk mindannyian a te dicsőségedre élők a továbbiakban is. Jézusért, mennyei atyám, fiadért kérünk, hallgass meg. Amen. Amen. Köszönöm szépen, kedves László testvér, a bátorságot, a bizonyságtételt. Isten áldja a további utadat, életedet, és köszönöm szépen a kedves televízió nézőknek is a figyelmüket. Áldás békesség, viszontlátásra! Áldás békesség! Hát köszönöm szépen!